is going on? Tudj már be te, szaros répa, szopjál lovat. Szeretem a Walkman, szeretem a pillangot, szeretem, ha jó nagyot pislantok. Mi a szarom? Jó vagyok, fej vagy írás. Most gondolj egyre, fej vagy írás. Mindegy. Call of Duty Black Ops 2. Szóval, sziasztok, én Lucky vagyok, és ez itt a SimCity gameplay sorozatom következő része. Amint látjátok, fejlesztem a szélerőművet, vagyis hát nem fejlesztem igazából, hanem inkább meghosszabbítom ezt az utat, hogy legyenek majd hatalmas problémáink az áramellátással. Aha, szóval szépen lassan gyülekeznek az emberek. Rendben. Nagyon örülök ennek a statisztikának. Kis utakat fogok most éppenséggel ebben a momentumban fejleszgetni. Mondjuk így. Ahová ez egy picit nagy lett. Oké. És mondjuk itt akkor így vagyunk így keresztbe. Vagy milyen menő lenne már, ha lenne egy olyan, hogy... Bár innen nem tudok, de amúgy ez milyen menő lenne már. Jó szar, de mindegy. És ebbe egy ilyen kört. Hát mindegy, ne tesztelgessünk, hanem kezdjünk el játszani. Ja, ez picit feledelett, nem baj. Valószínűleg nem fogja őket érdekelni. Miből van hiány? Munkanélküli válságban. Rendben. Itt még van ekkora terület. És kész. Mindjárt csinálunk munka helyeket. De előtte ide szeretnék csinálni egy olyat, hogy ebből ide. De ne ilyen csúnyát, hanem... Ja, mert nem lehet élesebb szögben. Aha. Mi a baj? Ennyire munkahely hiány van? Jó, akkor gyorsan ide. Így, oké. És akkor ide csinálom a munkahelyeket. Nyugalom van, emberek, nyugalom! Chill the fuck down. Everybody. Mi mondom kétszer, everybody? Everybody hurts. Ne már, rohadjál meg. Oké, már nincs is munkanélküli válság. Mi van? Mindegy, ne ráncsunk rá. Oké, kereskedelmi zóna kellene mondjuk ide. De előtte meg kéne hosszabbítani ezt a gyönyörűséges... Hát nem így, mondjuk így. Oké, és akkor most jöhet mondjuk egy ide. Egy ilyen kereskedelmi központ, zóna. Milyen mérközpontot mondok mindig? Rendben, ez így nagyon, nagyon szép, nekem nagyon tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy erre van-e pénzem. Van pénzem erre. Oké, és ez mind lakóterület lesz. Vízből van kevés. Rossz csatornázás. Ja, ez nem víz, hanem szénvíz. Aha. Jó, hát akkor ide teszek egyet, ne haragudjatok, emberek. Oké. Nincs elég szállítmány felvevő az ipari üzleteknek. Szóval kereskedelmi talán? Az lehet a szállítmány felvevő lényege. Na mindegy, most itt fog csinálni ilyen területeket. És ezt a részt szabadon fogom hagyni, mert majd oda fogok rakni talán ilyen turista cuccokat. Oké? Megfelel nektek az? Everybody hurts! Ez így menő.
nem menő. Ez így menő, de így lenne a tök jó menő, de... De miért? Ne? Mindegy, egy ilyet csinálok szerintem, ez tök jól néz ki. Jó. Igaz, hogy több helyet elfoglal, és igazából veszteségesen jövök ki ebből. De legyen már egy kis strukturális jelentősége is a városunknak. Oké. Tő. Jó. Parkokat építsünk. Drágúj! Helyez parkokat. Kerti sütő. Röplabda, kosár, nyilvános teniszpálya. Na, az menő. Mondjuk ide kéne volna a középre, hogy több embert érintsen, ugye? És akkor többen legyenek boldogabbak. Akkor mondjuk ide lerakom. Így a boldog mindenki! jó. És szeretnék erdősíteni. Természet. Fákat ültetni, mondjuk ide, főleg a szennyvíz kiömlő területére. Jó, meg akkor már ide is. Ó, gyönyörű, ide is, rendben. Miért? Egyre hangosabb a zene. Tehát, tudunk valamit? Raktunk már a városházát? Raktunk már a városházát? Van már City Hallunk? Nincs, valószínű csak egyet lehet városháza volt, tehát... városháza. Akkor pont ide a kereszteződéshez rakod, ugye? Mindenki boldog! Oké, mivel volt a probléma? Egészséggel, aha. Mert tűzzel lesz a most a nagy probléma, elnézem a városom nagyon szívesen. Jó. Sérültek a simek. Értem a prezentációt. Milyen prezentáció? Jó. És akkor a tűzzel kéne csinálni valamit még. 20 000 szimoleon. Ide egymás felé rakom szerintem a kettőt. Tudom fejleszteni ezeket még amúgy, nem? Sima ügy. Ezt fejlesztem is szerintem egyből egy ilyen haranggal vagy mi ez. Tűzgyűjtővel. Elvileg az sokat dob rajta. El is volt a pénzem. Mi van? Megint munkaerő hiány? Jó, akkor egyből neki látok a munkaerő hiány megoldásának. Hoz. Jó, így... De mit csinálsz? Ez így jó? Nem tetszik. Maradjunk a sima, unalmas kis ilyennél. Bár azt lehet figyelembe kéne venni. Az mi? Anyád. Hogy valószínűleg fejleszteni kell majd ezeket. És hogy azért majd tudjuk valahogyan. Oké. Okay. Jó. Még egyet lerakok. Mondjuk... Oké, és akkor még itt. Na, jó, örüljetek, most már van munka, erő, most hát lesz a közel jövőben. Oké, munkaerő hiányotok van, ugye? Remélem. Ugye ebből én így nem tudok ilyet csinálni. Aha. És, tehát ezt is semmiképp csak maximum mondja. Akkor lehet egy... Ilyen. És akkor egy ilyen kacskaringós úton. Így a tenger mentén. Vagy nem is tudom mi ez, tenger vagy óceán.
Mindegy, a lényeg az, hogy ennek a szalnak a mentén. Csinálunk egy utat. Lehet itt egy kisebb fajta emelkedő. Ez rettentően csúnya. De ez ne zavarjon senkit. Valószínűleg nem ezt fogjuk nézni egész nap, tehát... nincs ezzel nagy hatalmas problémám. Próbálok egy picit így... extrát belevinni a városba, de nem működik annyira a dolog, mint szeretném. Az igen. Jó. Ja, ez itt túl közel van a kereszteződéshez. Ez így már jó. Meg ez jó. Fúj. tehát konkrétan fúj. Vissza kéne hozni ezt valamilyen egyenesbe. Szemétöm, hulladék, aha. Akkor mondjuk ide fogjuk szállítani a hulladékot, de egyenes úthoz, tehát az mondjuk nem ártana. Jó. És akkor ide lerakom a hulladékot. Nem, egészsége van probléma, de mindegy, hulladékkal is lesz hamarosan, tehát valószínűleg. Oké. Okay. És akkor egy kukásautót ide szépen lerakok, kettőt, egy szemétégetőt, és kijelölök egy zónát, lerakodási zónát ráadásul, csinálok egy kis utat. Jó. Mennyit tudok még lerakni? 8-at, húha. Jó, akkor ebből nem lesz hiány. Jó. Egészsége van a próbáink, megpróbálom fejleszteni ezt a kis helyet, mondjuk autókkal, mentőkocsikkal. Valószínűleg az sokat fog rajta dobni, legalábbis remélem, nincs elég szimuláló. Aha, az viszont probléma. Mi ez, beteg szoba szárny? Oké, na most mi a helyzet, akkor ezt kéne... Viszket az orrom, hazudok vagy, bosszus leszek vagy mi? Ezt kéne itt akkor egyenesbe hozni, mert tehát ilyen jó csúnya vagy. Hát ez mióta egyenes ennek? Várj, most megnézem, hogy egyenes. Most egyenes. De miért kell az egészet átépíteni? Ja, mert lejjebb kell hozni, mert aha. Oké, értem én a dörgést. Oké, ezt mondjuk meg most egy egyenesen, bazd meg. Ja, mert abból indul ki, hogy az egyenes, aha. Oké. Ezt meg itt hagyhatom is szerintem, mondjuk lenne ez egy kereskedelmi. Ezek így. De az ott nagyon nagy lesz, tehát maximum lesz itt 20 hatalmas felhőkarcoló. Legrosszabb esetben. Jó, kezd a lakot önteni a kis városkának, és tömegközlekedés, aha, forgalmi dugó, aha. Tűz. Tényleg kezd meleg lenni, vagy csak én izzadok. Buszok, 20 000. Ide akarom majd a mit akarok ide? Nem a városházat, hanem valami mást akarok majd oda. De rakjam ide, mi ez? Busz, pályaudvar. Kell nekem tömegközlekedés? Kell a fasznak még, hát hagyjál már. Hol van dugó? Sehol nincs dugó, csak ott piros. Jó, akkor fejlesztek egy picit. A fejlesztés az jó. Ha ez fejlődik, akkor valószínűleg a ház is fognak fejlődni, vagy olyan ilyesmi, nem? Csak az a baj, hogy időigényes és drága. Ezeket nem fejlesztem. Viszont itt akarok fejleszteni, hogy itt fejlődjenek a házaim. Az mondjuk nem általán. És akkor ugye több lakost tudnánk befogadni kisebb területen. Mert ugye fejlődnének apartmanokká, meg minden. És akkor én nagyon boldog lennék.
mindent megpróbálok felfejleszteni, ha bár jó drága, basszus. Ez fel van. Nincs. Itt minden fel van. Jó. Akkor még itt mögötte. És a városháza mögött. És ennyi volt. Most ez a rész fog fejlődni, remélhetőleg a közeljövőben. Vizzel mi van? Szennyet? Jó, mondjuk nem kellett volna ide rakni. Szép volt, Luckei. Jó, akkor az egyiket lebuldózerezem, ha már mind a kettőt le kéne. Jó, áthelyezem a vizet máshova. Sajnos ez egy szükséges lépés. Addig ne panaszkodjatok, szóval addig lephauzolom a dolgokat. Ide kéne a sarokba vezetni egy kis utat, hogy azt le tudjam oda rakni, nem? De egy kis földes út szart. Így. Oké. És víz. Kettőt vagy egyet lakjak jelenleg. Ide még tudok fejleszteni, tehát jelenleg egyet ide lerakok és kész. Mi van? Nincs elég vásárló. Jó. Mi van ez? Nincs városháza fejlesztés. Ja, nagy városháza fejlesztés elérhető. Polgármesteri rezidencia. Uh-huh. Jó, fejlesztek. Oké. Okay. Jó, mehet tovább. Mit kell buldozelnél te? Semmit. Még nincsenek lakosaim, akik még kiköltöztek. Most eddig kiköltöztek. Városháza modul elérhető. Na, turista központ. Hol van? Pénzügy is jó, de nem baj. Turisztikai. Ez egy hülyében néz ki, de majd ha fejlesztünk majd a jövőben, az jó fog jönni. Oké, felveszek egy kis hitelt. Vagy mit vesz? Nem, kötvényt. Kiadok? Kötvényt kiadunk? Hogy összeteljek most nem. Válasz kötvény összeget. Aha. Ez mínusz 347 óránként. Szerintem azt még elviselem. Ja, adókat meg 11%-ra természetesen. És hát nem természetesen, de hát... Habár az lehet, hogy picit sok lesz, nem? Mindegy, felveszek egy kötvényt. Majd ha panaszkodnak az adó miatt, akkor majd lejjebb veszem. Ó, fogadjunk ő az adó miatt, köcsög. Miért vagy szomorú? Jól megy a teherfuvarozás, és... jól megy a teherfuzó. Mi ez? Ja, a rendőrség nincs. Oké, okay, megcsinálom. Polícia? Akkor azt is ide kéne, és akkor ezek mind ilyen... mind itt lennének. Ez tökönül még, ez kicsit még kicsit arrébb, hogy... azt még tudjam fejleszteni. És egyből fejlesztek rá mondjuk rendőrautót, kettőt, meg egy cellát, meg egy emeletet. Jó van már, bazd meg. Úgy, oké, és most turisztikázzunk. Mondjuk nem ártana, ha ez az utunk. Még bejönne így mondjuk. Nem csak simas nasz izét akarok, hanem tényleg legyen benne valami. Az igen. Jó. És mondjuk... hát ez így nem egyenes, ugye az a baj. De egyenessé kéne tenni. De ugye nem lehet, mert nagyon kicsi a különbség a...
Ne ráncs rá! Ez lehet hiba volt, de nem volt olcsó, tehát valószínűleg ezt már nem csinálom vissza. Vagy... nem. Valami... mondjuk így. De ugye ennek az útnak olyan körbe kéne menni, nem? Vagy nem muszáj? Nem értek hozzá sajnos. Jó, akkor így lesz, és még itt bejön egy picit, mondjuk így. Nem. Ne húzd oda! Jó, oké, így. Ez itt egy... érdekes. Jó, ezt lebontom, ezt nagyon lebontom, ne haragudjatok. Ez nagyon... Ez az, ami nem, tehát... ez már azért nem, mert ez tényleg geci drága volt. Most hát nagyon drága volt, bocsánat. Jó, busz viszont nagyon kell lenni fog a turisztikához. Nem akarok ezért házakat rombolni, mondjuk ide lerakok. Oké. Okay. Hello. Én Lucky vagyok este. Jó, picit lepózolom, mert láttam, hogy nagy probléma van. Lerakok szépen ide. Mit rakok le? Ja, most buszt. Oké, és most busz megállok. Tehát egy kell ide. Ide. És ide. Jó. Így leszek jelenleg a busz megállok. Már nincs is nagy probléma. Az egészséggel igen, sok egészségügyi probléma. És mi a probléma? Sok beteg van, bővítményem. Jó, de mi a faszomat bővítsek? Van jó sok pénzünk, tehát megtehetünk mindent akár. Most minek ez nekem? Na mindegy. Jó, most már nincs olyan sok pénzünk, mint hittem. Jaj. Oké, egészségügy megoldva, jó, akkor mehetünk tovább. Lakóterületre van szükség. De te... akkor majd utána építek turisztikai cuccokat. Csak te állíthatod meg a tüzet. Yeah. Bitch. Ezt így hozzá tudom kötni. Hozzá tudom kötni nagyon szépen. És hozzá is kéne kötni. Hogy könnyítsük a... a terhét ezeknek a kisebb teljesítményi utaknak. Oké, és ez akkor lakó. Az biztos, óha, egy bulldozer elől kettő elhagyatott épület. Te miért kötöztél el? Ja, hogy eladó. Mindegy, lebontom, mert kezelje, aki megvezi. Aha. Mi a probléma? Nincs hova szállítani az árut. Aha, ez mi? Geci, polgármester! Köszönöm. 5200-é most... mit számít az a izé? Szóval nem olyan sok ebben a... ebben a mennyiségben már. Viszont ezt itt mondjuk így meg kéne... így állni. Nem így állni. Így állni. Na, turisztikai cucc, áramellátási problématika. Nem követéses, hanem oké. Akkor kéne egy ilyen nagy cuccos asztalat, mekkorát elfoglal, és kicsik, rengeteg. 2,5 felesleg. Minél többet rakok rá, annál mi van? Most mennyi felesleg a 3,7? 12,1.
Jó, most jelenleg feleslegbe vagyunk. Jó. Ez fantasztikus. Buszgarázsok nem tudnak. Most már van áram, mindjárt megnyit, nyugi. Rendben. És mondjuk ide jönne egy pizzai feldetorony, igaz, hogy kezdődre mi ez? Azt mondod, hogy adjak oda. Ilyeneket. Nem, inkább abból kéne ide adni, mert azt már igazából nem szeretem. Mindegy, de ez volt a mai rész, remélem tetszett, ha így van, kérek nyomjatok rá egy lájkot, én Lucky voltam. Sziasztok!